Nagy tisztelettel köszöntöm a BRS TV nézőit. 2017 és 2018 után 2023-ban is Mevzakupa győztes a Svitelszky Békés Csaba. Tóth Gábor együttese a Kamnyikban megrendezett fináléban 3-0-ra múlta felül a szlovén Maribor csapatát. Jól kezdte a finálét az aranyfekete felszerelésben pályára lépő BRS-e, amely hamar 4 pontos előnyre tett szert. A folytatásban is a csabai gárda irányította a játékot, tovább növelte a differenciát, és végül 25-17-re megnyerte a nyitó etapot. A második szedben felváltva szerezték a csapatok a pontokat, majd a játékrész közepén a szlovén együttes lépett meg 14-11-re. A BRS-e 6-1-es sorozattal fordítani tudott, de a hajrá 21-21-ről kezdődött meg. A Maribor ugyan szetlabdához jutott, de a Békés Csaba hárítani tudta azt, majd Márta Drupa révén 27-25-ös játszma győzelmet aratott. A harmadik játékrész kezdetén ismét kiegyenlített csata zajlott a pályán, de a szett közepén fokozatot váltott a Békés Csaba, és 13-8-as előnyhöz jutott. Tóth Gábor csapata ezt követően már nem engedte ki a kezéből az irányítást. A BRS-e 25-16-ra nyerte a szettet és 3-0-ra a mérkőzést, ezzel 2017 és 2018 után újra elhódítva a Mevza Kupa serlegét. Kicsit nehezebb mérkőzésre számítottam, de örülök, hogy úgy tudtunk játszani, amit megbeszéltünk és betartottunk a taktikának megfelelően. Úgyhogy ahhoz képest, hogy 3-0-ás volt, azért volt a második szedben egy kicsit szorosabb szett, ott egy kicsit kiengedtünk, úgy érzem, de nagyon örülök neki, hogy azt ott helyre tudtok rakni, és 3-0-ával zártuk ezt a mérkőzést. Mindenki nagyon éhes volt erre a sikerre, igaz, a Magyar Kupa után jött egy lehetőségünk, hogy újra javíthassunk, és szerezzünk egy aranyérmet, ami úgy gondolom egy nagy önbizalmat és erőt adott a csapatnak, hogy megnyertük ezt a Mevza Kupát. A BRS-e a 2018-19-es szezonban lépett pályára utoljára a régió legjobb csapatait tömörítő sorozatban, a 2022-23-as idényben pedig úgy tért vissza a Mevza Kupába, hogy harmadjára is elhódította a serleget. Úgy ítéltük meg a szakmai stábbal karöltve, hogy szüksége van a csapatnak nemzetközi mérkőzésekre. Természetesen azt is vizsgáltuk, hogy szurkolók mindig örömmel és plusz motivációval érkeznek olyan mérkőzésekre, amikor külföldi ellenfelekkel játszunk, tehát ez egy plusz volt a szimpatizásaink számára is. És az volt a cél, hogy az alapszakasz befejeztével a legjobb 4 közé kvalifikáljuk magunkat, illetve ezeknek a mérkőzéseknek egy részét a szakmai stáb arra használta, hogy tehetséges fiatal játékosoknak adjon játék lehetőséget, akik így nemzetközi kitekintésben is lemérhették, hogy hol tartanak. Hogyha összegeznünk kell, akkor természetesen nem csak amiatt, mert megnyertük ezt a sorozatot, azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, de ugye az alapcélkitűzések teljesültek. A csabai röplabdázók számára egyáltalán nem vezetett egyenes út a sorozat döntőjébe. A BRS-e a Mladost Zagreb elleni elődöntős párharc első mérkőzésén 3-2-es vereséget szenvedett, majd a visszavágón 2-0-ás hátrányból fordított, és az aranyszettet megnyerve harcolta ki a fináléba jutást. A Mladost egy nagyon jó csapat, bár fiatalokból áll azért mégsem. Tehát mégsem annyira fiatalok, tehát ez semmiképpen nem egy utánpótlás vagy junior csapat, tehát ez így nem áll meg, viszont Horvátország legtehetségesebb játékosai, akik még nem szerződtek külföldre, koncentrálódnak ebben a klubban. Tehát egy komoly ellenállást tanúsítottak, és természetesen magunkat is le kell legyőznünk, hiszen az első mérkőzésen nagyon, nagyon rosszul röplabdáztunk, tehát hogy ezt lehet szépíteni, meg kozmetikázni, de ez az igazság. Csoda, hogy nyertünk 2 szettet igazából. Tehát volt egy olyan pillanat, aznap este is, és az általad említett visszavágón is, amikor a kérdés eldőlt. Ennek ellenére egy hatalmas szívről, küzdeni tudásról tettek tanúbizonyságot a lányok, és felálltak a padlóról 2-szer is.
Na most ugye nagyon sokat beszélgettünk erről, hogy mi a hasznos és mi a nem hasznosnak. Például ezekre gondoltam, ezekre a nehéz pillanatokra, amiket biztos, hogy tovább viszünk. Tovább visz a szurkoló, tovább visz majd a klub, és tovább visz az egyes játékos is, és ezt mindenképpen egy olyan sikerként éli majd meg, ami pozitívan fog hatni a teljesítményére a jövőben. Tóth Gábor nagy sikerként könyvelte el a Mevza Kupa győzelmet, ugyanis a klub számára újabb trófeát szereztek. A játékosok plusz terhelést kapva megmutatták, hogy képesek sikert elérni, és a magyar röplabdázás hírnevét is öregbítették Közép-Európában. Belevágtunk egy plusz terhelést jelentő sorozatba, ami nyilván ismeretlen terep a stábnak is, hiszen én vezetőedzőként még nem dolgoztam ekkora terhelés alatt. Egyes játékosoknak is természetesen, és itt jön az a fajta jó kohézió, amit képvisel a csapat, hogy azok a játékosok, akik már voltak ebben benne, azok a jó tapasztalataikat át tudják adni azoknak, akik most szembesülnek azzal, hogy ez mit is jelent valójában, mert papíron vagy prezentációban ez leírva, ezek csak szép körmondatok, de amikor realizálódik a dolog, és egyik napról a másikra több száz kilométert kell megtenni, és teljesíteni kell, az azt gondolom, hogy egy kicsit más, a valóság egy kicsit más. Magabiztos győzelmeket aratva jutott be a női extraliga elődöntőjébe a Svitelszki Békés Csaba. A csabai röplabdázók a MÁV Előre együttesét múlták felül 3 mérkőzésen 9-0-ás szett arányban. A következő percekben megmutatjuk Önöknek a negyeddöntős párharc összefoglalóját. A mérkőzés kezdete előtt a Békés Csabai önkormányzat nevében Szarvas Péter polgármester és Varga Tamás alpolgármester köszöntötte a Mevza Kupa serlegét elhódító csabai röplabdázókat, valamint a szakmai stáb tagjait. Ezt követően a himnusz hangjaira felvonták a kupagyőzelemnek emléket állító zászlót is. Jól kezdte a párharc első összecsapását az aranyfekete felszerelésben pályára lépő BRS-e, amely a kezdőben lehetőséget kapó Lia Mosher pontjai után már 12-8-ra vezetett. A folytatásban ugyan felzárkózott a vendég együttes, azonban Tóth Gábor cseréivel új lendületet vitt a játékba, és 7 pontos csabai előnyből indult a hajrá. A Békés Csaba végül 25-16-ra nyerte meg a párharc első szettjét. A második játékrész elején fej-fej mellett haladtak a csapatok, majd a vendég együttes 2 ponttal meglépett ellenfelétől. A folytatásban fokozatot váltott a BRS-e és megfordította a szett állását. A hajrá is jobban sikerült Tóth Gábor csapatának, így a Békés Csaba 25-20-ra nyerte meg az etapot. A harmadik szettben villámrajtot vett a BRS-e és 9-4-es vezetésre tett szert. A folytatásban ugyan kiegyenlített a fehérvári csapat, de az irányítást nem tudta átvenni. A Békés Csaba kezdte előnyből a végjátékot, majd 25-18-ra megnyerte a szettet, így 3-0-ra diadalmaskodott a mérkőzésen. Most egy másmilyen felállásban álltunk fel, tehát hogy vannak, akik pihenőt kaptak. Kicsit nehézkesen indult minden szettnek az eleje, be is ragadtunk mindegyik szettnek az elején, de hál' Istennek a végjátékban mindig volt valaki, aki túllendítette ezen a csapatot. A Békés Csaba sikerével előnyhöz jutott az egyik fél harmadik győzelméig tartó negyeddöntős párharcban. Szerettünk volna kipróbálni játékosokat. Igen, az az igazság, hogy nagyon nehéz úgy forgatni a csapatot, hogy olyan minőség rovására se menjen, úgy lendületesek is maradjunk, de nyilván az volt a cél, hogy abszolváljuk a mérkőzést a lehető leghamarabb, meg a lehető legjobb játékkal ebben a felállásban. Úgy érzem, hogy a kezdeti, inkább a ki nem készített hibák, tehát a nyitásban voltunk talán picit visszafogottabbak, ebből a Fehérvártól lendületesen építkezni. A csabai együttes szurkolói az összecsapást követően fényképeket készíthettek kedvenc játékosaikkal, valamint a napokban elhódított Mevza Kupa serleggel. A párharc vasárnap Székesfehérváron folytatódott. 4-0-ás rohammal kezdték a negyeddöntő második mérkőzését a csabai lányok, akik végigvezettek a szedben és 25-21-es sikert arattak. A második játékrészben 9-5-ös sorozattal nyitott a hazai együttes. A székesfehérváriak 2 pontos előnyből kezdték meg a szett hajráját,
de a BRS-e fordítani tudott is végül, 25-23-ra megnyerte az etapot. A harmadik játszmában is a hazaiak indultak jobban, de a Békés Csaba hamar fordított és 18-12-es vezetéshez jutott. A lelkesen játszó MÁV előre azonban nem adta fel és 23-23-nál kiegyenlített. A végjátékban azonban már csak a BRS-e szerzett pontot, így 3-0-ra megnyerte a mérkőzést, és 2-0-ás előnyre tett szert az egyik fél harmadik sikeréig tartó negyeddöntős párharcban. A kék-fehér szerelésben pályára lépő fehérváriak ezúttal a legpont erősebb játékosuk, a sérült amerikai Maja Dvoráček nélkül érkeztek a városi sportcsarnokba, ennek ellenére 4-0-ra elhúztak a szett elején. A hazai csapat ugyan 8-7-nél fordított, de a MÁV előre 14-14-ig tartotta a lépést. A BRS-e ezt követően a csereként beálló Szállak Kárhú nyitás sorozatának köszönhetően megnyugtató előnyt szerzett. Végül Bagyinka Fanni értékesítette az első szettlabdát, így a Békés Csaba 25-18-ra nyerte a nyitó játszmát. A térfélcsere után fej-fej mellett haladtak a csapatok, de 7-7 után egy 4-1-es hazai roham következett. A vendégeknek az időkérés sem segített, a kisebb sérülése után visszatérő Jaida Aktas és Ralica Vasiljeva szállította a pontokat. Tóth Gábor együttese 10 pontra növelte a különbséget, majd a negyedik játszmalabdát Bodnár Dorottya használta ki, így a Csaba 25-17-tel megduplázta előnyét. A házigazda a harmadik etapot indította a leghatározottabban, villámgyorsan 4-0-ás vezetésre tett szert. A negyeddöntőben helytálló fehérváriak végül szedgyőzelmig nem jutottak el a párharcban, a BRS-e már nem engedte ki a kezéből a sikert. Az ötszörös bajnok egy óra játékot követően 25-14-jel és 3-0-val lezárta a mérkőzést, összesítésben pedig ugyanilyen arányban diadalmaskodott. Ilyen felállásban még nem játszottunk ebben az évben, de nem azt mondom, hogy probléma, mert mindent meg kell oldaniuk a játékosoknak. Annyit kértem tőlük az öltözőből, hogy tudom, hogy ez egy nehéz szituáció, próbálják meg a maximumot kihozni. Én most megdicsértem őket, mert úgy gondolom, hogy megpróbáltuk a maximumot kihozni ebből a szituációból, ez most így sikerült. Sérülések, betegségek, igyekszünk majd a következő körre összeszedni őket. A hazaiak vezetőedzője ugyan nem örült, hogy a fehérváriak nem a legerősebb összeállításban játszottak, de csapata így egy olyan felállásban gyakorolhatott, amelyre még szükség lehet a rájátszás későbbi szakaszában. Az eredménynek örülök, annak is, hogy bejutottunk 3 nyert mérkőzéssel a magyar bajnokság elődöntőjébe, és így volt lehetőség rotálni, illetve kipróbálni egy olyan felállást, ami a minden kötél szakad, illetve hogyha ne adja úristen probléma van, akkor azt alkalmazhatjuk. Gyakorlatilag ez az egyetlen változtatási lehetőség, ami a keretben most jelen pillanatban benne van. Ezt kipróbáltuk, ez nem volt rossz, működött. Tóth Gábor együttese április 8-án szombaton 18 órától lép pályára az elődöntő első mérkőzésén. Az Újpestet szintén 3-0-val búcsúztató Szent Benedek Röplabda Akadémia ellen. A következő percekben ellátogatunk a Békés Csabai Röplabda Akadémiára, ahol a legfiatalabbak mindennapjaiba tekintünk be. Nagy Attila utánpótlás vezetőedző arról beszélt, hogy az elmúlt években megváltozott a klub kiválasztó rendszere, amely alapján a fiatalokat tehetségük szerint osztják be a csapatokba. A Békés Csabai Röplabda Akadémián pallérozódó legfiatalabb röplabdázók az U10-es csapatban szerepelnek Toma Sándor utánpótlás edző irányításával. A szakember elsődleges feladata a sportág megszerettetése a fiatalokkal, valamint a röplabdázás alapjainak tanítása. Az utánpótlás edző arról beszélt, hogy a csoport augusztus közepén 6 fővel indult, de a létszám mára már 30 fölé nőtt. Kitért arra is, hogy a gyerekek fél év alatt sajátították el a kosárérintés és az alkarérintés alapjait. Toma Sándor azt is elmondta, hogy a fiatalok házi versenyeken szerepelnek még ebben a korban. 3 versenyt fogunk nekik az idén, vagy 3-at rendezünk az idén, abból már 2 lezajlott.
és itt az 1-1 elleni játék, utána pedig a 2-2 elleni játék. Ilyen először kezdünk a zsinórlabdával, ahol megfoghatják a labdát, és akkor megadott szabályrendszer szerint kell visszajutatni az ellenfélnek a labdát, de itt még csak elkapják a gyerekek a labdát, egy-egy technikai alapérintés, tehát itt az alkar, kosárt, azt most már, ahogy jönnek a tornák egymásra épülve, azt már beleteszünk, és itt az utolsó tornán pedig már a egykezes alsónyitás, onnan a alkarérintéssel való labdabejátszás, feladás és a kosárérintéssel a labda áttétel, ez a cél, amit szeretnénk elérni. És hát bízom benne, hogy így a csoport nagy része, vagy legalább a 90%-a ezt meg fogja tudni valósítani. Nagy Attila, utánpótlás vezetőedző, aki az U13-as első osztályú csapat edzője is egyben arról beszélt, hogy a klub szakemberei az elsőtől negyedik osztályig tanuló fiatalokat több szintfelmérő napon figyelik, majd képességeik szerint osztják be különböző együttesekbe. Az egyesület kiválasztó rendszer az elmúlt évben átalakult, ugye elkezdtünk egy új szisztémát alkalmazni, amely ugye úgy néz ki, hogy egy célzottabb fölmérő napokon keresztül alkalmazott kiválasztó rendszerrel dolgozunk. Ez 2022-ben indult, ami egy szezonban kettő olyan napot ősszel és tavasszal, tavasz végén tartunk, amikor az első, másiket, a harmadik, negyedik osztályos gyerekeket elhozzuk ide az akadémiára. Ezek a gyerekek ezek még nem így indultak, ők még az iskolai toborzás által kerültek be ugye az egyesületi csoportokba. Általában nálunk ugye különböző helyszíneken, különböző iskolákban kezdik meg a gyerekek a fölkészülést, U9-es, U10-es korosztályban, és utána pedig választjuk ki őket, ami úgy néz ki, hogy kiemelt csoportok jönnek létre, ahova folyamatosan be lehet kerülni és ki lehet onnan kerülni. Ez az U13-as korosztály is ebben az évben januárban esett át egy újabb csoport összevonáson, tehát ők nem így kezdték meg a felkészülést augusztusban, hanem két külön csoportban volt egy első osztályban szereplő gárda, illetve van, és egy másik osztályban szereplő gárda, és ennek a két csapatnak ez közel 24 játékos. Ebből a jelenleg úgy gondoljuk, hogy a legjobb 12-t igyekeztünk ugye ebbe a csoportba összevonni, tehát ők így vannak most itt. A szakember arra is kitért, hogy az U13-as korosztályban az alapismeretek különböző helyzetekben való alkalmazását helyezik előtérbe, de ekkor már a célok között szerepel a nagypályára való felkészítés, továbbá elkezdődik a játékosok posztokra való képzése is. Itt is azért a játék szeretetén és a csapatsportákban való versenyzésen van a hangsúly, tehát a csapatjátékban az egyéni érdekek, csapatalárendelése, másokkal való együttműködés, a közösségben való sportolás itt is nagyon-nagyon fontos. U13-ban már azonban túl vagyunk azon, hogy érintéseket tanuljanak a gyerekek. Itt már ugye a nagypályára való fölkészítés történik meg. Itt 4-4 elleni játék van, ami azt jelenti, hogy egy a megszokott nagypályás röplabdával ellentétben csak négyen vannak a pályán, és a pálya is kisebb, ugye csak 7x7 méter egy térfél, és nyilván alacsonyabb is a háló. Itt ebben a korosztályban ugye két évet töltenek a gyerekek, mi nálunk egy olyan speciális képzési rendszer, hogy az első évben gyakorlatilag ugye stabilizálódik erre a pályára való játék, megtanulnak felsőnyitásra nyitni, megtanulnak ugye a játék alapjait, az alka és alapkosérintést helyesen használni különböző játék helyzetekben, és a második évben lépünk tovább már a nagypályára való fölkészítésben, ott már részleges poszt specifikus specializációt elkezdünk, egy játékos több poszton is elkezdjük kipróbálgatni, vannak olyan edzések, amelyek erre készítik elő a játékosokat, föl megjelennek az ütők, megjelennek a feladó előkészítések ugye a játékban, és elkezdenek ütni, tanulni, ami a legnagyobb kaland ugye a gyerekeknek, mert mindenki ütni akar az elején. Itt már elkezdünk blokkot tanítani, tehát ebben a 4-4 játékban ők már ugye gyakorlatilag egy hónapig ilyen korosztályúak még a csapat nagy része, tehát még ugye május elején van az országos döntő, és utána pár mennek fel nagypályára, hatatlan játékra, úgyhogy ott majd egy újabb váltás fog következni az ő képzésükben. Ez volt a BRSE TV 142. adása. Tartsanak velünk legközelebb is. Hajrá, BRSE!